76-ossal folytatjuk. Budavári László, ezért profi 2-5-ömpel, 2-ese jön elénk. 76-os tehát a következő profi. Romos darabokban szerezte a miskolci versenyző 3 éve. A lánchajtásuk egy 2-50-es oldalkocsis MZ, úgyhogy nem mindennapi. Hogy ment a gépezet? Tökéletesen. És milyen volt a segítség jobbról? Nagyon jó. Szuper volt az ügyességi verseny is. Hát igen. A végén egy kis elrosszott. Ha már majdnem azt mondtam, hogy akkor itt lesz a mai győztes ebben a kategóriában. Van még egy pálya itt. Azt mondták az előzőek, akik vittek valakit, hogy az a jobb, ha ül valaki ilyenkor ilyen ügyességi versenyen a oldalkocsiban. Így van ez? Szerintem így van, igen. Nem borduljon szerintem. És akkor lesz azért meglóbálják azt a jobb oldali részeket? Nem, a gép rendben van, úgy hallom. Tökéletes. Na, ez egy mosolygós dolog lesz, úgyhogy lehet készülni a versenyre. Órakor a színpadon Kollár Lajos és Klausmann Viktor a hegymászókról beszélget Kis Péter hegymászó kiállításának, fotókiállításának okán. Aztán délután jönnek a Szeva zenei tehetségkutató Hobbs kategóriájának 4 döntőse, és jönnek a maklári kötelesek, és este pedig a királytestvérek koncerteznek, ez a mai menü. És egy csodálatos olasz járgány következik, egy Lancia érkezett elé. Hogy ment a gép ezen? Köszönjük, jó ment, de hadd kérdezek én tőled, neked hogy tetszik a verseny? Én nagyon-nagyon tetszik, nagyon sok újdonság van, és a világ összes tájáról hoztatok gépeket, és ez az olasz autó is azért egy tényleg egy nagyon szép darab, úgyhogy büszkék lehettek rá. Milyen autód van? Nekem van egy Peugeot és egy Volkswagen. És melyiket szereted jobban? Hát most a Volkswagen jobb, most éppen ebben a pillanatban. De hát édesapámmal egy Ponton Mercin gondolkodunk, egy nagy Ponton Merc is volt, 50-es években, nem tudom, ismered-e? Igen, természetesen itt van. Úgyhogy csak sose tudok elmenni ilyen versenyekre, mert mindig rendezvények vannak, de hát még nem késő. Egyszer próbáld ki a Lancsát, a Dolce Vita érzés. Az biztos, Dolce Vita, édes élet. Remélem nektek is ilyen lesz ez a mai verseny. Köszönöm szépen a riportot, odaadnám a mikrofont is. Megjött a bogárkánk, a B kategóriában Rózsa Richard érkezik 67-es gépével. A Volkswagen csak mondani kellett. Volkswagen Bogár, egy 67-es gép, tehát Rózsa Zsolt érkezett, aki idén vásárolta. Úgyhogy úgy gondolom, hogy akkor ez egy jó kis bemelegítés. Hogy megy a gép? Nagyon jól megy. Idáig bevált teljesen. Nem volt akkor semmi gond? Semmi gond. Nagyon szépen megy. Öcséd vezetett? Mármint, hogy ő mutat, hogy merre kell menni? Igen, ő a Mitfarer. Jól csinálta? Természetesen. Hány éves? 13. Na, szuper. 13-ben egy 13-ban vásárolt bogárral. Melyik ügyességi verseny volt a legjobb délelőtt? Talán a pincérkedő. Az ment a legjobban. Nagyon jó. Akkor poharakat majd lehet segíteni nekünk. Most az ügyességén mit vesz magadtól? Hát megpróbáljuk teljesíteni. Én bízom benne. Köcsike ott van már az órával, úgyhogy menni fog ez.